Teljesen megújult burkolaton sétálhatnak a járókelők a Szent Miklós téren Nyíregyházán. A Bercsényi és Egyház utca közötti részen új padokat és hulladékgyűjtő szelencéket is kihelyeztek, és zöldítettek is. 9 darab lombhullatófát és több mint 400 cserjét ültettek el a 80 méter hosszúságú területen. Ezen kívül a város további 4 helyszínén fejlesztettek, a Robinson domb környékén szintén zöldítés, valamint járdafelújítás történt, és megújult a burkolat a Tas utcai bölcsőde körül is. Emellett épült új út is, valamint csapadékvízelvezető rendszereket is korszerűsítettek a vármegye székhelyen az elmúlt 2 hónapban. A Temető utcán történt fontos fejlesztés Ostóhegyen, a Robinson dombon folytattuk a korábban megkezdett nagy programunkat, az Ószülő utca mögött, az Etelköz, Tas utcai bölcsődek körül a járdákat, az is már nagyon-nagyon elavult volt, és hát Oroson az Ezüstfenyő utcába, ott a csapadékvíz problémát kellett megoldanunk, mert nagy esőzések tél, amikben volt részünk ebben az évben is, ott nem tudta a rendszer elvezetni, és hát ezeknek a két jellemzője van, hogy miért ezeket a helyszíneket, ezeken a fejlesztési programokon már túl voltunk a kiviteli engedélyes terven, tehát azonnal tudtuk, 3 hónapot meg tudtuk valósítani magyarán. Másrészt saját forrásból végeztük ezeket a beruházásokat, amit annak köszönhetünk, hogy szigorúan is jól gazdálkodtunk ebben az évben, és azokat a forrásokat, amiket meg tudtuk takarítani, most ezekre a beruházásokra fordíthattuk. A munkálatokat a Nyír VV Nonprofit Kft. Végezte el a város 5 helyszínén. A Nyíregyházi Önkormányzat saját forrásából megvalósult fejlesztéseinek összértéke meghaladta a 320 millió forintot.